uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc van pontosan 8 óra. Jó reggelt kívánom mindenkinek! Hello! Mondanám felelőtlenül ezt a jó reggelt, kiabálnék én is úgy, mint te, de mi egy kicsit tovább voltunk. Ti egy kicsit tovább voltatok, így van, úgy volt, hogy 8 óra után kezdünk, drága hallgatók, de nem hagyunk bennetek itt. Mi már ketten itt vagyunk, és annyira hiányoztatok, hogy gondoltuk, hogy megszólalunk. Van még úgyis pár percünk a reklámig, csak hogy azt érezzétek, hogy mi már itt vagyunk, készülünk a reggeli műsorra, és egy kicsit később kezdünk, ugye ma. De itt vagyunk, hát ha valaki nem hallotta, tegnap céges bulink volt, amikor nagyon jól sikerült, és igen, nagyon jó lett, és emiatt volt ma beírva 8 óra. Egykor, és hát 8 óra után nagy dolgok történnek. Ja, az biztos, és egykor hívott még a Jani, de nem tudtam fölvenni, aztán amikor már láttam, nálam már egy ilyen 3:30 volt, azért nem akartam akkor visszahívni, mert szerintem nem örült volna neki. Jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Egy kis munka a vágónak. Direkt. Jaj, szóval, hogy egykor, ti még átmentetek valahova? Hát a Jani egykor hívott, nem tudom, mit akartál? Várjál, mit is akartam? Ja, hogy be van ez? Ja, bocs, csak kikapcsolom a machine head-öt közben, hogy azt akartam kérdezni, hogy egyébként a zenés szerkesztőnk tudott-e arról, hogy nekünk ma reggel 8-ra van jelenésünk, mert ugyanis mentünk hazafelé a taxiban, és így csak így felvetett a csebe, hogy és egyébként mi fog szólni 6 és 8 között? Én megmondtam, gondolom hooligans. Erre a Tami az első ülésre, hogy nem vagytok. Hogy ti csak 8-kor lesztek? De erről tud valaki? Hát de van, hogy nem ért. Hát persze, nem tudott róla. Szegény, hát szegény valószínűleg nem tudott, hogy órákig hánykolódott otthon. Mondom, mindegy, nyomjál be még egy ellenimőt, meg így jár egy jégert, aztán meg. Igen. De volt, hát volt, hallottam én is, hogy jöttem befele, volt ismétlés, abszolút, tehát megszerveztük. Júli Robatát megismételtük, meg Zolit is ismételtük, úgyhogy nem maradtak a hallgatók nélkülünk. Na, de mit nekünk zene, mit nekünk ismétlés, mikor ennél sokkal de szép sapka! Szép sapka, te! Mit hoztam? Heretyű! Mit hoztam? Aha. Na mondjuk, tehát, hogy aha. Igen. Nem rossz, de... Sapka? Igen, de mivel ment ma dolgozni a fater? Mi idézek ki sapkába? Tudod, hogy fogsz kinézni az egyszerű sajja? Hogy vagytok? Mert oké, srácok? Véletlenül nem szakszofonozol a Back to Black-ben? Igen, egy ilyen sapit hoztam, majd úgy jól fölvesszük, így magamnak. Csecse, nem, az a baj, hogy ez előrevetíti az 1 centis hajadat. Igen, azt a kifejezést használnánk, hogy... előre, hogy fogsz kinézni. Előremutató. Azt szoktam mondani, nem az élet kemény, te vagy csicska. Aha, így van, és ez mennyire igaz, ez most rá. ebbe bele kell állni. Na, de előtte gyorsan egy-két fontos információ. Drága hallgatók, ami a legfontosabb, 8 óra után vágjuk aját, nyilván elvesztett fogadás, ez nincs mentség, meg kell csinálni, de... Viszont van nekünk egy gyűjtésünk, ugye, amiről mi tegnap beszéltünk, és nehéz ide felé. Figyelj, én inkább rágyújtok. Tényleg? Nagyon durva. Az lesz, hogy egy ország engem fog gyűlölni, hogy ezt tettem ezzel a fejjel. Igen. Mi történt? Szóval, hogy az Ökumenikus Segélyszervezetnek mi gyűjtünk, drága hallgatók, és 3:40-kor jön majd Gáncs Kristóf, a kommunikációs igazgató, és mondjál, hogy mennyit sikerült gyűjteni. Ugye ez nagyon egyszerű a történet, ismerjük őket, régóta dolgozunk velük, és szeretnénk minél több pénzt összegyűjteni azoknak, akik rászorulnak, gyerekeknek, felnőtteknek, éhezőknek, otthon nélkülieknek, és mindenkinek, aki hát szeretne még egy esélyt, vagy több esélyt kapni az életből. Úgyhogy, ha kedveltek bennünket, és szerettek bennünket, akkor tegyétek már meg, hogy most ebben a pillanatban megfogjátok a drága kis mobiltelefonotokat, jó? Ami ott van előttetek, és csak mondom, hogy nem egy borzasztó összeg, mert egy 250 forintot áldoz mindenki, aki hívja ezt a számot. Igen. 1353 a telefonszám. Jó, ez nekünk most nagyon küldeni, fontos. De a hívás ez valószínűleg egyszerűbb, mert hogy gyakorlatilag nem kell semmit csináltok azon kívül, hogy betárcsázatok, és akkor egy robot hang jelezni fogja nektek, hogy megköszöni szépen. Így van. A segélyszervezet nevében az adományt. Így van, ez nekünk nagyon fontos, és 3:40-kor szeretnénk, ha nagyon nagy összeget mondhatnánk be, és gyűjthetnénk össze, és lehetnénk rátok büszkék, és elmondhatnánk, hogy a Morning Show idén is hozzátett 4, 5, 6, 8 millió
forintot egy nap alatt, ami nagyon nagy összeg. Főleg úgy, hogy 250 forintokból jön össze. És ugye nem győzik eleget hangsúlyozni, itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk egyszeri ételosztásra fordítják ezt a pénzt, hanem vannak hosszú távú felzárkóztató projektjei is a segélyszervezetnek, amely során gyakorlatilag hosszú távon is mondjuk valakinek a hónalányulnak és segítik a társadalomba való visszatérését. Például. Egész éves a dolog, amit most gyűjtünk. Abszolút, ez már a jövő év így van. Úgyhogy mindenki hívja fel egyszer legalább a 1353-at, jó? Vagy küldjetek SMS-t. Teljesen mindegy, hogy mit. Kértük tegnap, ugye Feri és Balázs is, én is, és most Feri és Balázs is, és én a srác is, aki itt van most velünk. Már levettem. Igen, visszatért közénk. Hogy küldjétek egy SMS-t, hogy hívják. Igen, 1353, még 3-4-10-ig sokszor fogjuk mondani. Jó? Na. Reggel elbúcsúztál a gyerektől, adtál neki régen képet magadról? Fölismer. Hát tegnap úgy jöttünk el, hogy ugye még nem mondtam el neki, ma viszont még nem kelt föl. Szegény. Tehát ma megyek majd érte az óviba délután, és akkor ott látja, mit lehet. Előre menjek. Beszéljek vele, Beni. Nagyon kedves ez a bácsi, de hol az apuka? Igen. Valahol ismerős, de ez nem az. Igen, nagyon aranyos, még a hangja is hasonlít, de adják vissza az apukámat. Beni, meg is ismersz, ugye? Jani bácsi vagy. Figyelj csak ide. Az a helyzet, hogy vannak dolgok, amikor valakitől el kell válnunk, valakinek el kell eresztenünk a kezét, valakitől el kell búcsúznunk, valakit el kell eresztenünk, és az első ilyen nagy pillanat az életedben eljött. El kell búcsúznod valakitől. Kittől, Jani bácsi, tőled menj már haza, senki nem szereti téged. Nem erről van szó. Apukától. Bizonyám. Na, úgyhogy 8 óra után jövünk, és ha nem volt éjszaka semmi, ha nincs mit bevallanod, ha nincs mit elmondanod, hogy valahol a Blaha Lujza téren a Corvin áruház előtt félrészegen rágyújtottál egy szofira, ha nincs mit bevallanod, és tiszta lelkiismereted, így van, akkor meg kell tenni, amit meg kell tenni. Mi ez a hang? Valami csiszolásnak hangja. Hú, a zsidró már habkövezik kint az ollója. Igen, itt van már a mester is. Úgyhogy drága hallgatók, 13.53, tessék küldeni, mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a fogadás lezárásával. Ákos hírei után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8:14, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hello. Drága hallgatók, 13:53, nem elfelejteni. Ezt úgy mondom, mint amikor süllyedt a Titanic, és még küldték az SOS jelzést. Küldjék az SOS jelzést, lőjék fel a piros tagédát. Hát, ha meghallja valaki, én ebbe kapaszkodom. Nekem ennek, ma ez ad erőt. Igen. És a pufin lekvár. A két sztori között az a különbség, hogy ennek mindenképpen pozitív a végkicsengés. Igen. Hát itt nem süllyed el senki. Vagy hát legalábbis nem abban a formában. De ti vagytok, hogy akkor legyünk még költői. Minden egyes SMS elküldője egy-egy hajós kapitány, a Kárpátia egy-egy kapitánya. Egy-egy Kárpátia. Egy-egy Kárpátia, aki jött segíteni? Aki nem érti, olvasson utána. Igen, aki nem érti, hogy miért a Kárpátia, az igen, olvasson. Na, drága hallgatók, itt vagyunk, és vannak friss közlekedési híreink. Hát itt már forgatnak televíziós távok, fotós van, így gyerekek. Van. Itt már minden történik. Itt már megjelentek a dökkesejük. Vérszagra gyűl az évad, így van. Na, nagyon boldog karácsonyt kíván nekünk, Anita, Anita drága, hogy köszönjük szépen. Sapkát sem kívánjatok. Itt van, itt a sapkám. Csak mondom, Balázs, a külön Milos Forman filmjéből a Hair című szám. Igen, én is azt mondom, alá zenét lecserélhetnénk. Let the sunshine. Balázs, mi lesz az ebéd? Tarhonya Hajdinával? Jaj, Istenem. Nem szeretlek benneteket, de hívtam a 1353-at. Nagy, köszönjük, ez a lényeg. Ne szeress minket, szeress azokat az embereket, akik rászorulnak. Kazi, annyit ért nekünk, hullahaj, teli zsák. Jaj, Istenem. Vali, nem félsz, hogyha letolatod a hajad, úgy jársz, mint a sok kopasz ember, így közel a B oldalhoz már egyre kevesebb az esély, hogy minden hajszál visszanő. Nincs, ez az alternatíva. Nem fél. Mert az ember minek fél egy olyan dologtól, ami így is úgy is bekövetkezik, nem? Elérkezett a várva várt nap, Bali, olyan kopasz leszel, mint egy Shaolin pap. Búcsút mondhatsz a hajadnak. Nem annyira. Az akkor, nem volt benne, hogy borotvával. Bele kell égetnünk a fejbőrödben, mert náluk ez is szokás. Igen, ne lepődj meg, ha Vikitől karácsonyra sapkát kapsz, mert ugye a kopasz fejjel könnyen megfázhatsz. Hát, nagyon sűrt az a gyönyörű asszony.
Tessék? Nagyon sírt az a gyönyörű megölelt, asszony. Megölelt. Már nem találkoztak, mert már nem lakik ott. Igen, az Balázs nem mondás, nem volt ritka, nem az élet kemény, te vagy csicska. Kopaszon is így fogod gondolni? Meglátjuk. Gyújts rá, Feri! Megfotoshopoltam Balit, vállalhatatlan. Ha kiállsz a határhoz, megáll a menekült hullám. Én még tegnap este is, ittasan ugyan, a széges buliban mondtam, hogy meg tudlak menteni. Csak mond a mondatot. Nem, és Feri, nem mondta. Feri, te erre emlékszel, azt mondtad, hogy de te értetted, nem. És mondom, Feri, nem tudod megmenteni. Nem tudtuk, mit mondasz. Te nem. Hát, hogy olyan értette. Igen. Aj, azt mondja, hogy nézzünk gyorsan egy-két közlekedés hír. Erzsébet Vasoron szinte áll a sor lassú haladás, nejem szerint nem szígyen a kopasz fej, de szép arcnak kell a is. Drága, hogy köszönjük szépen. M6-oson fotóznak a 44-es kilométernél, mindenki vigyázzon. Bali, fel a fejjel, én váligérő hajamból csináltatom 5 centit, a gyerek az óvivon háromszor ránézett, de nem ismert fel, csak akkor, amikor közelről beszélt hozzá. Anyukám azt mondta, hogy idegenekkel nem mehetek haza. Atyaisten, igen. Na jó van, hát meglátjuk. Meglátjuk, és az is meglátjuk majd, hogy utána mennyivel fogja Isten és Bence ugyanígy letolatni. Hát, a lecke fel van adva. A Pádában mindig követi mesterét, ugye? A Pádában az a Pádában, aki tanul a mesterét. Mindig kevertem. Az ifjú összezavar téged ez a nap. Igen, összezavar a nap, igen. Na! Belekezdünk akkor, gyerekek? Ja. Bele, de én azt javaslom, hogy mindenképpen csináljunk gyorsan, de tényleg egy utolsó fotót. Egy utolsó fotót. Az utolsó fotó. Jó. Milyen jól hangzik. Azt el is tehetjük a Facebookra, és a rohadék ide jött szelfizni. Te mekkora szemét vagy, Feri, megérkezett. Igen? Jó. Júj! Nagyon jó, és amíg én is rajta lettem volna, Feri, akkor azt megköszöntem volna. Gyere, ez csak magának csinálta. Nem, gyere, hát nem maradsz le. Sanner, csinálj rólunk egyet. Ugye konkrétan azért csináljuk, hogy ezt a fotót nem rakjuk most fel a Facebookra, nem rakjuk fel az Instagramra, ezt hétfőn fogjuk megmutatni, azzal a képpel együtt, ami majd amikor meg kész van, így van. Igen. De ezt most még fel, ezt se tegyük fel? Nem, ezt nem teszünk most fel még. De egy verfotót, ahogy elkezdi a Tamás, az simán lehet. Jó. Jó ide, jó. Ja, még egyszer. Oké. Okay. Tarthatom egy kicsit. Na, hát akkor essünk neki. Hányasra van beállítva a nullásgép? Ez nagyon fontos. Még se hányasra nincsen. A nullásgép az nullásra van beállítva. Ugyanis az van, hogy azt beszéltük meg a Tomival, hogy csinálunk neked különböző kis hajakat. Hogyha később elgondolkozol azon, hogy szeretnél punknak lenni, vagy Terminátor hajat szeretnél, akkor az mind lehet. Meg tudjuk ezt oldani? Hello Tamás, jó reggelt kívánunk neked, megérkezett Zsidró Tamás, jó reggelt. Jó reggelt! Csak mondom, hogy egy ablaktisztító spritzni van a kezében. Tehát piros a teteje, egy műanyag fehér flakon, amivel az ablakot tisztítjuk. Igen. Ez nagyon rá kell. Igen, bár én mondtam neki, hogy lehet külön egy mikrofon, majd igen, kézzel. Én mondtam neki, hogy nem kell hozni egy ilyen flakonos műkönnyet, mert úgyis lesz igazi. Igen. Ez minek kell? Hát ez célszerszám, az egyik célszerszám, meg van egy másik. Ha már én kézizlek, igen? Igen, a másik pedig egy ilyen hangja van. Oh! Ez még szerintem csak atmoszférába szól egyébként. Egy. Na most, mutasd még egyszer. Inkvizíciós eszköz. Számomra ez nagyon ismerős hang, de neked még szokni kell. Igen, de miért van az, hogy ezt a fodrászok ilyenkor ilyen kaján vigyorral az arcukon annyira élvezik? Hát nézd meg, kivirult. A Tamás is. Látom rajta, hogy álmosan megérkezett, látod, és egészben azért azt hiszem, tegyük hozzá, hogy a te hajadhoz érted, ember nem került nagyon közel. Ritkán, ugye? Nagyon ritkán. Van igen. Egy bejáratot fodrászol, ez szerintem ez marha nagy dolog szakmailag, egy cent is nyírni, nem? Hát, az sima gép leszedél. De hát szakmailag nagy. Én úgy készültem, hogy az legyen, hogy csinálok három hajat. Hát csináljuk. Tehát mielőtt elérjük a végét a dolognak, tehát az a három cent is, legyen szerintem egy terminátoros. Nagyon jó. Legyen egy punk, és utána befejezésük pedig egy olyan 3 centi. A szomorú. Milyen 3? Egy. Egyet be kell, én egyet mondtam, egy az alá nem menjünk, de egy ilyen 10-11 mm-t bevállalok. Tehát azt tartsuk. 10 és itt. No! Nem tudosál már kézpénzt a Zsidró Tamás zsebébe. 12 mm. Jó. Na vegyem le a kabimat? Leveszem a kabimat. Vedd le, ne legyen nagyon hajas. Érted? Gyerekek, tudod, mondtam, hogy hajas is jöhetett volna, de hát aki elsütni ilyen zsidró viccet, az nem tud hajat vágni. Tamás egyiket azért őrül nagyon a lehetőségnek, mert ugye a hétköznapokban mindig arra törekszik, hogy valami nagyon eredetit, valami nagyon fazont, valami nagyon nagy dolgot csinál, és most végre visszatérhet az alap.
alapokhoz. Igen. Így van. De én a biztonság kedvéért, illetve nem a biztonság kedvéért, hanem azért, hogy meglegyen az összhang, azt szeretném, hogyha először alul tolnánk le. Először alul csörtessünk át a bozóton. Alul olyan vagyok, mint egy csempe. Mindenhonnan lehet. Na várjatok, ezért én a... Írni. Mutasd! Ó, oh, rosszul vagyok ettől a hangtól. Húsz ki, Feri, kezdek jól lenni. Múlti, ez nagyon volt, mint a fénykörű. Az Luke, vagyok az apád. Az, meg tudod, te ki leszel mindjárt, lehet az apád. Jó, én azért csinálok a kis instás közösségemnek egy utolsó fotót. De nem a sajnálta, úgyse őszinte. Nem volt őszinte. Na, felkerült a hajvágó köpeny, ugye? Ez a kis köpenyetek. Na, basszus, a popcornom. Ha ezt a feketét innen ellopom, akkor nullásra vágjuk? Akkor igen. Akkor nullásra. Az ne tűnjön el. Az ne tűnjön el. Nem kell az rá. Viszont még fejhallgató. Várj, adok. Igen, tessék? Tehát fejhallgató. Azt sem vágtam hajat, úgyhogy simán csak vágja. Van egy negyedik hajú csak. Olyan leszek, mint Leia hercegnő, megmarad a fejhallgató, tudod is. Jó. Búcsúzzal attól is. Nem, úgy nézzük, mint Lando Calrissian asszisztense. Oké, mehet, persze. Na, most mi spritznizel? Persze, hát be kell. Spritznizel. Elindult a spritznizés. Olyan, mint tényleg, mintha valamilyen, nem tudom, valamilyen ilyen Isten, de utálom a hajlomnámat. De most spritznizel? Most, amit most mit csinálsz? De most elég, nem hallom. Ezt 10 évvel letolottad, te már túl vagy rajta. Nekem a hajam az valami teljesen más univerzum. Tehát, hogy az a brandértékemben a 40% érted. Az most el is megy, nem tudom, mi lesz így veled. 30 a képernyő, 10 a rádió, 5 az eszem. Igen. Most nem tudjuk egyébként, lehet, hogy te vagy a televíziózás sámsonja, hogyha levágjuk a hajadat, akkor eltűnik minden, ami amire gyakorlatilag felépítetted a karrieredet. Lehet, hogy levágjuk a hajadat, és ez lesz, hogy és holnap este csak az lesz, hogy ne, persze. Gyerünk, most mi lesz? Mit vágsz? Most a Terminátor. Az egyes a Terminátor. Okay. Jó. Oké. Okay. Az egyes a Terminátor. Úr. Érzed, hogy felszabadulnak a hajhagymám? Ez nem jó. Most ennyi év után levegőt kap végre az a sok kis pici hajhagyma. Végre szabadok vagyunk. Hogy fogsz kinézni? Feri. Hozzatok egy cigit még, megmentjük a többi gyereket. Jézusom, konkrétan könyvbe lábadt a szemem, mindjárt elzsírok magam. Na jó, mit szoktam mondani? Nem az élet kemény? Aha, ismételgess csak. Az a baj. Kapaszkodjál. Tudod, ilyenkor minden. Fú, de rossz hangja van. Na, a fél oldalamról már eltűnt, mondjátok, mit láttok? Kintásan a sajtósunk csak én csinálta, hogy De ez nem lesz így egy centi. Tessék? Ez így nem lesz egy centi. Menj, kevesebb. Csak mondom. Kevesebb. Ne, Tamás, léci, tartsd az egy centi. Most már mindegy. Egy centi, tartsd. Most már mindegy. Mennyit vágsz? Hát kopaszra egy vágtam. Egy centi? Aha. De figyelj, azt mondja Feri, hogy itt kopasz. De tök jól néz ki. Teljesen jó. Szerintem rohadt jó. Nagyon jól néz ki. Ne csináld már, léci. Hallod? Kérlek szépen, tartsuk az egy centit, ebben maradtunk. Tamás, ne rosszalkodj. Tök csak az oldala. Jó. És a teteje lesz egy centi. De hallod, de várj, figyelj, ez nullással levágtad. De hogy is, nem. Mi az, hogy van tart? Az a... Persze, nem, ne aggódj. Imádom. Lesz egy nulla. Nagyon jó. De egyébként ez nem rossz. Várjál csak, nem mondd meg. American History X. Edward Norton. A kedvenc filmem. Oké, na vágjunk. Na, persze. Most már menjünk. De én egy centit kértem. Figyeljetek, most ha az egyik oldalon már le van vágva, csak üzenem a Sivinek a Got Talentbe, hogy sok profilos képre készüljetek. Másik oldalon még van haj. Tehát ő nem úgy volt, hogy egy csapat van, egy csapat van. Én nem tudom, hát veled kéne, hogy legyen, most egyelőre velünk van. Sokat dolgozik egyébként a TV2-ben is, csak mondom. Ebbe az is benne lehet. Figyelj, ha menő vagy, rágyújtasz tényleg. Tehát, hogyha menő vagy, rágyújtasz. Milyen oldalról? Nagyon durva? Hát, ne hallgass a Samára, ő elfogult, tudod. Aha. Szerintem nem nagyon rossz. Jó. Egyébként így most úgy nézel ki, mint egy madárfészek. Aha. Ugye? Mint hogy egy ilyen gólyafészek rá. Mi az embernek ellenség, amikor itt vagytok. Nem, nagyon helyes. Nem kell emberkedni, gyerekek. Erről van szó, hogy itt az ember keménykedik, meg bedobja, hogy letolatom a hajam, érted? Bízik abban, hogy a Feri rágyú. Nem kell keménykedni. De fura, hogy Palás hangja van ennek a srácnak itt velem szemben. Add vissza, hova tetted? Úristen, figyelj! De egy konkrétan. De csinos egyébként. Mi lett a reskontóval, Misi? Halom, pakkot is kaptál. Aha. Most ez most már Terminátor?
Ez most magyar a Terminátor? Én ebben gyerekek egyáltalán nem látom a Terminátort. Mondjuk egy ilyen az üveg visszatükröződésre látom, de azt nézem, hogy mindenkinek nagyon riadt feje van. Aha. Hát... Nem nézel jó ki. Ne, nekem tetszik. Most még így nem erős. Ez most még így nem erős. Mi van, ha nem vágunk három olyat, hanem letoljuk? Tehát, hogy csináltunk itt még négy fejet, de így is egyet legalább. Jó, egyet, és aztán toljuk. Ez azért mégiscsak az év egyik eseménye, számodra pedig az évszázad. Komolyan. Egyszer Cigi Feri, hát ez egyszer... Most már mindegy, most már hiább, tegnap este mondtam. Egyébként Feri tegnap még tényleg azt mondta, hogy ilyen férrészegen nagyon kedvesen, ha akarod, Bali. Akkor most megmentelek. Megmentelek, és rájöttek. Mondom, Feri, nem lenne korrekt most itt férrészegen, hogy belé tukmálnék egy cigit, nem lenne korrekt, nem lenne elegáns. És utána csinálnánk egy ilyen olvasói fotót, és elküldenék. Ajjaj. Hát, csinos egyébként. Aha. Csinos. Más, ezt úgy mondják, hogy mások által csinosnak. Tamás, mondod, mennyi idő alatt nő ez vissza egyébként? Szerintem nagyon gyorsan. Egy fél év? Szerintem 2-3 hónap alatt. Ez a haj, ez simán. Hát 10 centi a teteje. Most meg fog lódulni. Aj, de meglódul. Meglódul. Azt mondják, hogy optimális, én utána olvastam, optimális esetben 1 centit nő egy hónapban a hajad. Bánfival is, meg minden hajszesszel, meg mindennel. Ott már mindent beletettél. Tehát ez, amit a teteje neked 10 centi körülbelül, az egy év. Jó az, jó az. Minden nap lesz. Másfél kiló, barjuhány. Jó lesz az. Mehet, persze, vágjuk, gyerekek. Egyre jobb egyébként. Most egy picit olyan vagy, mint... Én azt hittem, egyébként ez három mozdulat. Tehát itt belehúzol, itt belehúzol, és tulajdonképpen nem vagy. Tehát, hogy ez nem... Ez három mozdulat, tehát nagyon jól tudod, hogy a kimvallatás is úgy kezdődik, hogy alulról fölfel elkezdik nyúzni az ember. Nem olyan úgy, hogy akkor ott van a fellégyelés. Tehát amikor trimmeled magad alul, az is ennyi, nem ennyi ide, nem? Tehát nem, hát azt a területet letrimmelni azért hát az... egyértelmű, ugye? Jó, de én még rezgetem itt-ott. Gyerekek, lesz fönt fotó mindenféleképpen. Lesz fönt fotó, de ugye hát megbeszéltük akkor, hát hogy ezt holnap este mutatjuk be. Jó, hogy maradjunk a filmes analogiáknál, most ebben a pillanatban picit már kezd hasonlítani Mac Murphy-re a szálakakuk fészkéből, miután megcsinálták rajta az elektrosokkot. Ugye, az a durva, csak hogy még nyál nem folyik a szájába. Vérszagra gyűlnek, jönnek a kollégák. Jönnek a kollégák. Tamás, hiába veszed elő az ötödik ollódat, nem lesz jobb a fej. Nem lesz. Most tényleg egyébként minek az olló? Tehát mit csinálsz vele? Hát mert a Terminátoros az egy olló is. Igen, olló. Meg még mit csináljon a másik kezével? Integessen? Abba is kell valami. Egyébként csak mondom, hogy megérkezett a Miksa is, aki már alig várja, hogy berohanjon és átöleljen, adja a két puszit, és azt mondja, hogy Isten hozott a klubban a csinál. Igen. Irány Jamaica. Te is velünk vagy majd. Nem ezért gondoltam, hanem azért, mert ő az egyetlen közülünk, aki pixolja a hajbőrét. Jó, teljesen kopasz azért nem lett. Szóval, hogy drága hallgatók, rakunk majd föl fotót, ugye, de hát mivel egyébként, hát minek az embernek ellenség, ha itt van Kolosi Péter, ugye, aki betelefonált nagyon kedvesen, és akkor ebbe így igen mondtunk, és díleltünk velük, hogy akkor rendben van, akkor ő azt mondta, hogy akkor mutassuk ezt meg holnap a Got Talentben. Tehát addig mi nem teszünk föl fotót, de minden verfotót, a készülés folyamatait megmutatjuk majd egyébként hétfőn, meg lesz a Facebookra és az Instagramra is fotót. De jobban jártok, ha nem nézitek meg. Jó, így van. Az a jó, hogy egyébként 8 ilyen szánakozó ember néz rám, ledermett arccal. Tehát veletek egyébként nagyon jó lehet, vagy mindenki ügyi. Őrizzétek meg azt a képet, ami ez a fiú volt valaha. De most még egyébként szerintem még talán vállalhat, hogy nyilvános. Most hány szert is, mit láttok? Ne. Attól függ, hogy hol kérdezed. Itt oldalt nézem, próbálom szokni egyébként. Tegnap az összes kopasz kollégának a haját simogattam a stábuliba. Tehát jöttek oda, és nem értették, akik külső szemlélők, hogy miért nyomja hozzám oda az összes férfi ember a fejét. Én még mindenkit simogatok, és annyit kérdezek, hogy ez az egy centi. És olyanatosan néztem ugye mindenkinek a haját, aki nálunk egy centi saj van, sőt, egy kollégánk, a drága Kapcsi letolatta azért, hogy megmutassa, hogy egy centi. Ő ezt bevállalta. De ő az előtt sem volt szép. Neki mindegy. Neki teljesen mindegy. Na jó, jó ez. Kobakendőt hívtuk DJ Dominiken? Jön ő magától is. Küldött egy valahelyet. Nem kamionnyi Kobakendőt küldött. Nincsen vele gond. Hát igen. Nem, ja, rossz. Istenem. Istenem. Feri, Bali, van egy képen Feriről, ahogy cigizik. Bocs, hogy nem tudtam el. ha előbb jut eszembe, előbb küldöm, igen. Feri, dőlj hátra, és pörzsöld meg a szivar végét. Gondolkoztál rajta? Hogy hát, hogy elkipant az egyet? Egy óriás kohibát? Magam miatt nem egyébként, mert ha az a baj, ha egyre rágyújtok, akkor azonnal vissza fogok állni.
De miattad nagyon rá akartam. Hogy most bejössz és rágyújtasz? És egy ekkorával így. Igen? Ha, de az a baj, ha most rágyújtok, akkor vissza fogok szokni, és azt meg még nem akarom. Azt majd csak jövő héten. Konkrétan oldalt elkezdett fázni a fejem. Tehát így a hideg levegőt, megérzed a hideg levegőt. Ezt a szokd, ezt az érzést. Persze, jó lesz holnap 300 ember előtt totális. Tehát ez így konkrétan fázik oldalt a fejem. Tehát ott már ugye nincs haj, ott eltűnt. Most ebben a pillanatban a lelki szemem előtt látom, ahogy mint Tom Cruise a trópusi viharban Kolosi Péter sétálgat fönt a hatodikon egy headsettel a fején, és hallgat minket, és adjatok neki, toljátok le. Gyerekek, hát a vágás meg minden itt történik rá. Kérlek, a nálatok szépen. ezt azért nem adjuk oda. Igen, ide nézzél. Fülbegyütt a vezérigazgató, hogy egyet, hogy Jézus Mária. Az ott Balázs. Igen. Na de várjál, ez nem a végeredmény, főnök, csak mondom, hogy ez nem a végeredmény. Igen, vagy Jézus Isten, ez ennyire durva, ennyire szörny. Hát és még nem. Majd most lesz le az. Le kell mondanunk azt a januári kampányfotózást, basszus. Jó, most hogy állunk? Most van a Terminátor? Most van ez a Terminátor szett. A Terminátorról még csináljunk nyugodtan. Jó? A Terminátor, azt még felrakjuk a Instára, Facebookra, még mindenhol. Ezek a képek egyébként még lehetnek, drága hallgatók, úgyhogy ezt föltesz. Ez jól áll még. Nézd így be Sanára szépen. Kifejezetten. És próbál úgy nézni, mint maga Arnold Schwarzenegger az említett műben. Nagyon jó. Fújjunk egyet, és utána jöjjön az, aminek persze, jönnie kell. Jó, Ákos elmondja a híreket, mert hogy csak hozzatok a hajzelítót, és utána essünk át, amin át kell esni. Istenem. Jó? Figyelj, ha nem vagyunk itt 20-an, Árpi feketébe öltözött konkrétan. És mindenki kaján vigyor az arcán, megérdemlet. Na jó, Rákos elmondja a legfrissebb híreket, jó, aztán jövünk vissza, úgyhogy senki ne menjen sehova. Néhány másodperc. Miért szólunk? És műen befejezzük. Úgyhogy mindjárt sem mehetsz menni az utcára, tehát nem is sehova maradsz. Jövünk, Ákos, híre jutem. 3:49 lesz, 3 perc múlva. Az jó ide. A mondatok, ne frizurázzá. Adjad neki, ne kiméld. Igen, Big Gizel, nem a szalon. Igen, mert a Tomi akar valamit izét beletenni, trükköt, hogy nézze ki normálisan. Ne, tehát fogj egy centi mindenütt. Drága hallgatók, hát a gép az nem akar lemerülni. A kutya fáját pedig azt hittem, bizony, ez megadja magát, de Tomi készült, hozott hálózati csatlakozót, mindent. Nyugodjon meg mindenki, a Facebookon lesz egy csomó fotó, ahogy nekiálltunk, a stádiumokat is láthatjátok, a végeredményt. Nyilván nem, ha már ebben maradtunk, tartjuk a szavunkat, de a verkfotókat pakolunk föl folyamatosan minden, csak itt most sok szálon zajlanak az események. Drága hallgatók, de természetesen ti vagytok a legfontosabbak, úgyhogy az Instagram oldalunkon és a Facebook oldalunkon is már kb. Fél óra múlva, ahogy ezeket a képeket fel tudjuk tölteni, tesszük föl a képeket. Na, természetesen. A végét nyilván az utolsó állapotot nem, de ahogy készült az előtte képet és a készülés folyamatait, azért azokat abszolút. Csak mondom, hogy minden egyes fejbólintásoddal az egy centiből vágatsz le újabb milliket. Tényleg, ahogy belebólintja, mert a Tomi nem mondta, hogy nem hozd újabb milliket. Nem mozogjál. Se szól, jön utána, tudod. Most ugrott az egy centi. Most ugrott a fél centi, Bali. Atya Isten, nyugodtan, várja a sereget, kell az ember a hattápra. Vigyázz, ott a vathús. Így van. Bele ne vágja a vathúsba, elvérzem. Tamás. Egyébként, hogyha például a Tamásnak az arcára nézel ilyenkor, és látod rajta azt a kaján mosolyt, akkor az a fajta mosoly, ami az ő arcában azt érzi, hogy igen, jó szakmát választottam, igen, otthon vagyok, igen, megérkeztem. Végre. Figyelj csak, Tomi, itt van nálam ez a szál cigi. Ha elszívom idáig a tövéig, akkor a füstszűrő az pont egy centi lesz. Jó, és akkor ahhoz tudsz viszonyítani, jó? Ahhoz tudsz viszonyítani. És figyelj, és a Feri betette azt, ne! Berakott egy szál cigit a szájában! Ne! 3 hónapja erre várok! És a legnagyobb rodéka megcsinálod. Nem teszem. Gyújts nem, már nem, rá. Mert a rágyújtok vissza fogok szokni. Nem. A legnagyobb, Bali, letoltad ezt a cigit. Na ez viszont tényleg az utolsó, és elszívnád. Feri konkrétan itt áll a stúdión, hogy öngyújtóval és egy szál cigarettával a kezében. Figyelj, egyébként Feri, tehát, hogy rágyújtani. Hát rágyújtani az egy olyan dolog, hogy az, ahogy meggyújtod a cigarettát, és leteszed magad mellé szépen. Neked ugye arról van szó, hogy beleszívjál. Bármikor rágyújtatsz, így leteszed, behozunk egy hamutálat, ide leteszed, ott érted, ott van, te mégsem nyúlsz hozzá. Ő az ECS Géber. Vigyázz, aki rosszra visz. Feri már az öngyújtóval játszik. Igen. Azóta persze volt a kezedben? Cigi sem volt a kezedben? Azóta semmi? Nem, még így sem. Azóta semmi. Tök érdekes. Jó ez a dohányzás, hadd próbáljam van ki. Jaj. Figyelj, és csak óvatosan. Csak óvatosan. Feri betette a cigit a szájába, és majdnem rá. De mit mondasz, Jani, ha így most így, úgy gyújtom meg, hogy nem szívok bele, és igen? Itt van csak mellettünk, az ér.
Ugye? Azzal nincs semmi. Az nincs. Akkor tehát, nem gyújtottál rá, csak meggyújtottál egy cigit. Hát a hajvágás közben az még a fogadás, csak ez már vissza nem nő, tehát effektíve akkor már mindegy. Aha. És tudod, mi a jó? Tegnap este álltunk a helyen, ahol volt a céges bulink, és azt mondja a Viki, hogy azt tudod ugye, hogy mekkora hülye vagy, mondja ezt élete párjának, én pont ott álltam, tehát hogy nincs a fogadásban olyan tét, ami nekem rossz. Az leesett bárkinek, hát, hogy nem volt ellenfogadás? Hogyha rágyújtok, akkor viszont megteszem. Én úgy mentem bele, hogy kopaszra tolatom a hajam, hogy nem kértem ellenértéket, hogy te mit csinálsz, viszont ha rágyújtasz. Csak az volt. Én azt gondoltam, hogy valami majd csak előjön. Én kitaláltam dolgokat. De aztán így valahogy nem jött szóba. Senki nem kérdezte. Hát, hogy... Nem érdekel benneteket a dolog, akkor ne. Hát akkor legyen a mérleg serpenyőjében az egyik oldalon az, hogy te letolatod, a másik oldalon meg semmi. Hát a másik, én magam érted, az egészségem. Van még egy szál cigit, Feri? Tudok adni, ha kérdezik. Na, mert én viszont bármikor elbírtam. Szeretettel. Nem áll! Gyerekek, Jézusom, a Jani! Teljesen nem áll. Elítéljük természetesen. Jó, egy nagyon csúnya dolog a dohányzás. Senki semmilyen körülmények között ne dohányozza. Mi ebben a jó? Semmi. De szemét vagy. Istenem, de jó lenne, ha nem a Tamás itt közel egy ollóval és egy nullás géppel itt kavarna rajtam. Te ollóval egyébként mit csinálsz még? Te nem géppel megyünk? Az elejét úgy tudom csak levágni, azt már nem tudom géppel, úgyhogy csak... Milyen nem tudod géppel? Tedd rá azt az előtét. Nem kell! Ez nem szempont, ez Tamás, ezt mondtuk megint, hogy... Azt kell, hogy mondjam, tedd le az ollót, és menjünk rá géppel. Férfinek kell lenni, ne akar fazont vágni. Ne legyen benned szánalom, ne legyen benned könyörület. Én tudom, hogy régóta ismerik egymást, talán még a szíved mélyén kedve ezt is. De most ne foglalkozz ezzel. Fogd meg azt a gépet, és hagyj essek rajta túl. De még most is nézzek, milyen szíve azért, van. Mert egy tök ambivalens érzése van, aki egy mesterfodrász, akinek azt mondják, hogy ne nézzen ki jól. Csinálj egy rossz, így van. Hogy kontárkodj. Jó, mondjuk téged se értelek, tehát jössz ezzel a hogy hívják, mit csinálsz ezzel az ollóval? Jaj, mik ezek a hangok? Ezt nem lehet elrontani. Ez egy olyan frizura lesz. Tegyél rá egy előtétet és dúrjad. Semmi, durrasd le. Azért tartsuk az egy centit. Némi szánalmat azért gyakoroljatok, halljátok, felbúgott. Van rajta fekete? Van. Adjál neki. Van a másik végén. Gyerekek, konkrétan az. Most fázik a fejem. Aha. Jó, az van, hogy jó. Most fáz. Tehát érzem a levegőt, hogy valaki rám lehel, és érzem a hideg levegőt. Tamás, tartsuk az egy centit már, hogyha a hajszálakat egymás mögé rakjuk, akkor legyen egy centi max. Hallgató írja, és tökre igaza van, azt tudod, ugye, hogy újra kell csinálnod a személyidet, a jogosítvány. Hát senki nem fogja elismerni. Maga nem a amit az RTL-ről. Ha nem tudom megválaszolni, nem én vagyok. Már tehát. Hallom egyébként majd, ahogy a Feri 1-2 majd ott a sorra áll. Mi van be a RTL-ről? Elmegy a gép! És még mindig csekkoltok, és így nézi. Igen, ez Sebestyén Balázs, ez maga, nem. Atyaisten. Gyerekek, én azért elloptam a sót, azért legyünk őszinték ezzel kicsit, de azért a respekt azért az a Ferinek jár tulajdonképpen. Tehát ő letett egy olyan addikciót, amit 30 éven keresztül nem tudott letenni. Persze nyilván azonnal elvettem tőle. Bocsánat, csak egy viccesebb végéket. Nagyon jól lesz ki. Egyébként, ha Julininek üzenem, édesanyának, igen, hogy eddig is tiszteltem, szerettem, de most már még inkább, mert tényleg fantasztikus dolog volt, hogy megtartotta a vízfejű kisfiú. Kolosi Péter SMS-e, veled vagyunk, Balázs. És tök őszinte, nyilván. Igen, veled vagyunk, persze, szokolunk. Rengeteg smiley ellen. Veled vagyunk, Balázs. Nem én voltam az, aki betelefonált két nap ezelőtt. És köszönés helyett csak annyit mondott, apró betűs. Igen. Köszönjük, Péter, a remek ötletet. Igen, veled vagyunk, Balázs. Jönnek az SMS-ek. Na, tényleg most már ebből elegem, add ide azt a mackot. De nézd meg, hogy mesterfodrász, és még marad benne valami jó. Marad benne valami jó. Nem, a Tamás nem érti. Tamás, nem. Tamás, tudod le. Tedd meg, semmi gond nincsen. Tedd meg, amit meg... Nagyon jó. Nem, figyelj, ő egyébként téged most kínoz. Egyre inkább az az érzésem, hogy a Tamás ezt direkt csinálja, ő élvezi ezt. Atya Isten. Milyen? Mondd csak, 1-5-ig, Jani, milyen? 1-5-ig, tessék. 1-5-ig? De milliméterben? Figyelj, nekem, én még ennek örülnék. Már nem. Annyira. Add ide. Megmutatom. Figyelj. Jó, figyelj. Fölállítod. Igen. Ez így egyszer. Nem baj, ha nem okozol nyílt sebet. Így.
Tessék. Most Feri átvette. Jani arca viszont egyre rosszabb. Jani? Tessék. Jani, mondj valamit, Léci, mondj valamit. Maradj a főzés. Jani, mondj valamit, bármit, tessék. Maradj a főzés, Léci. Na, figyelj, ez zseniális. Így csináld meg. Nagyon jó. És Feri megmutatta Tamásnak, hogy mi a méret. Emlékszel Jim Carrey-re az Én és én meg az Irén? Ez kezd olyan lenni. Na, figyelj, az a durva, elmondom mi van, hogy én mit látok belőletek. Vidám, mosolygós arcokat láttam. Körülbelül olyan 3-4-9-ig, és most egy picit mindenki elkezdett elkomorodni. És ettől egy kicsit tartom. Már senki nem mosolyog. Egyre riadtabb a tekintetetek. 20 arc van felém, én nézek felétek, mert ugye úgy írunk, és mindenki áll itt a stúdió elő. Eddig jó volt. Konkrétan eddig mindenki mosolygott. Annyi van egyébként, hogy tőlem, jó vagy. Tőlem az utóbbi években rengetegszer lehetett hallani azt, hogy Balázsnak jól áll a rövid haj. Felejtsétek. Hazudtam. Ez a durva, hogy elkezdtetek elkomorodni. Igen. Nagyon durva? Most már nagyon. Nagyon durva. Azért, mert én ezt mondtam, mert a Tamás... Állat vagyok. Én igen, akkor mert eddig vagyok. A Tamás szépre nyírt, de most van az egy centi, és így van, adjál neki, ahogy én belenyírtam az elején. Van egy kis holló. Azt mondja a hallgató, Bari, mostantól kezdve hallani fogod a hópelyeket. Persze, gyere még ide, figyelj, lefekszem a földre, akár még meg is rugdoshattok. Köszönöm, kérő alkalom. Mit csinálsz? Jani megfogta az ollót, csak közvetitek. Oda miközben... Igen. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Levágtad a vat? Egy kicsit a tetejét. Figyelj, vigyázz, ott van egy nagyobb rész. Volt. Mit nagyobb csinál? Jó. Jani is elkezdett vágni. Ja, igen, itt van a vatmosi. Úgyis ki akartam menni Nepálba 3 méter egy hosszabb elvonulásra, aminek kezdhetnéd. A feltétele az egyébként, hogy egy centisre kell vágatnod a hajad, ha nő vagy, ha férfi. Tehát így engednek be a kolostorba. Azt igen, hiszem, hogy ezt, igen, és előre fognak engedni. Engedjétek előre a beteg kisfi. Úristen, még segíthetünk rajta. Az a durva, hogy egyre kevesebbet mosolyogtok. Mm-hmm. Tehát, hogy nem mosolyogtok. Igen, az a baj, mert nekem ugye egyre másra filmes analógiák jutnak az eszembe. Philadelphia, Tom Hanks. Az, amikor a vezérigazgató kaján mosolyalva, a kiflét majd szóljava fotóz minket. Igen, és mindenki jön és nagyon röhög. Na, gyerekek, aha, milyen lesz? Nagyon szörnyű? Szar. Nem. Szar. Nem. Ez most bocs, de tényleg. Nem áll jól. Most már nem. Nem. Az előbb még, ahogy benne volt a kis hosszúság a tetején, és a Tomi próbált neked egy jót igen csinálni, az nagyon jó lát. Most már nem. Most már baj van. Most már baj van. Most már baj van. Most már baj van. Aha. Kedves tévénéző emberek, holnap este, én ezt nem így akartam. Higgyétek nem el. Nem ez volt az eredeti szándék. Nem rossz, nem rossz. Figyelj, így van. Úristen. Figyelj, mert nyilván egy csomó ember... Egy. Milyen nem tudok megszólalni. Úristen. Ja, Isten. Oké. Megvan. Figyelj, vigasztad magad azzal, hogy rengeteg nő van a világon, aki imádja Brad Pittet, de szerintem John Malkovich nagyobb. Mert velem most már jobban hasonlítasz. Bocs, Viki. Kész vagyunk? Nem, még ott hátul. Az új kollégát. Hátul még ott van. Ja, Isten, folyik a könnyem, úgy rögtem. Hát, drága gyerekek, drága hallgatók, a fogadást elveszítve, ez lett. Férfi vagy, na. Hogy tartottad. Én még nem néztem, még nem láttam, még nem néztem tükörben. Még ott a tetején. Jaj, nem baj. Most még kopasz vagy, később gumi leszel, aztán öreg. Én vagyok a kis barátod, megismert. Ja, Isten. Ki ez a laszti fejű srác? Milyen a fejforma? Ezt nem ismerem. A fejforma milyen? Kerek? Egy komolyan egy vicc. Behatárolhatatlan. Egy vicc. Aha. Hívhatlak pöfeteknek? Gyerekek, ezt nem hiszitek el. Jézusom, Mr. Csiperke. Lehet, hogy a 2 centit kellett volna tartani? Aha. Úristen. Nem. Nem. Valaki aha mutatott aha neki. Ja, Isten, nagyon rögtem. Jaj. Nagyon rögtél, de már nem sokáig. Csak mondom, hogy keresd elő a Röjtök Muzsai képeket. Nézd meg, hogy kihez mentél hozzá, mert az a srác, aki hazamegy, nem ő. Na, megmutatjuk addig a hármas ugrást? Mutassuk meg a hármas ugrást. Megmutathatjuk, de hát... Megmutathatjuk, de... Gyakorlatilag nincs értelme semminek. Nem tudom semmit csinálni. Na más, vége. Sajnálsz? Picit sajnálsz? Picit igen. Igen? Igen. Picit velem vagy? Téged nem, a Wikit sajnálom meg, akik megnéznek holnap este körülbelül. Ezt a nagy halmazt, ezt őket nagyon, de... A stádiumokat még mutatjuk Facebookon és Instagramon természetesen, jó? Gyere. Ezt minek, Feri? Lesimogasd már. De fura. Vigasztald. De nagyon rövid lett. Úristen. Aha. De nagyon rövid lett. Drága hallgatók,
A végére érünk a történetnek, gyorsan megmutatjuk a beugrót, jó? Figyelje mindenki, hogy azért játszunk is. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Én vakon megyek, mert nincs rajtam füles. Nagyon valaki jó. Fölismert ebből valamit? Valaki biztos, de majd ja, megírják. Figyelte, mert nézlek. Hát, mi nem na. Tudunk. Nézd a Laci fejét, nézd meg. Eltűnt a mosoly az arcokra. Igen. Azt kell, hogy mondjam, eltűnt a mosoly az arcokra. Ez már mindent elárul, Laci, eddig rajongott érte. Sziasztok. Egészen addig jó volt a fejforma, jó volt a haja. Gyerekek, mondtam, hogy nem kértük. Igen. Srácok, én azt gondoltam, hogy ez hát egy... Hát akkor elmegyünk egy picit hírezni, én drága hallgatók. Én belemés a tükörbe. De ez inkább szomorú. És aztán jövünk vissza mindjárt. Jó, egy picit hírezünk, aztán megbeszéljük még, hogy mi történt, hogy történt. Jövünk vissza 4 perc, pontosan 9 óra. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello! Drága hallgatók, ti, akik itt vagytok velem is, és drukkoltatok, ti, akik itt vagytok velem is, és nem drukkoltatok, de nagyon élveztetek minden pillanatot nektek is, ti, akik gratuláltok Ferinek, mert hogy azért ez mégiscsak Feriről szól. Á, nem hagyjam. Hagyjad. Kolléganő is jön ide. Te milyen hős vagy, Balá? És én... Gyerekek, ezt médiaiskolában súlyos 100 000-eket tanítják, azért igen. Hogy kell ellopni a sót. Ennyi. Ez vagy ösztönből jön, vagy a éveleted végéig tanulhatod, de nem fogod megtanulni. Hát más ezért pénzt kér el. Én ingyen mutattam meg nektek, hogy oké, Feri, leszokik a dohányzásról, hogy kell tőle elvenni. Ennyi. Hogy kell tőle elvenni. Az élete legnagyobb pillanat a cégnek egyébként tényleg hős. És azért ez tényleg leszokott, letette a cigit, úgyhogy. Köszönöm szépen! És gyerekek, Ferenc is visszaszokta. Így van. Ferenc egy nagy addikció végére ért ezzel, és letolatta a haját, úgyhogy legalább, ha nem nagyobb. Egyébként nagyobb. Mert egy ilyet letenni sokkal nagyobb, mint egy hajat levágni. Ennek nagyon-nagyon komoly pozitív üzenete is van. Amellett, hogy ugye letette, igen. És le tudott róla szokni egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon masszív dohányzós időszak után, hogy ezt letette, teljes életmódváltáson esett keresztül. Ez az egyik üzenete, a második pedig az, hogy Rákóczi Ferivel ne szarakodj, öcsi. Tényleg így van. Érted, most itt bohockodunk, érted? Ennyi. A nagy volt az arcod, arcoskodtál, bedobtad, akkor meg kell tenni. De így van, ha csak 3 ember szokott le veled egyébként, és a 3 ember mondta, figyelj, Feri, ha te se élse, akkor ez a dolog már megérte. Nyilván te a saját egészségedért csináltad és leszoktál. Ez egy nagyon nagy dolog, mondom, én láttalak, vagy hát mesélték, hogy 10 óra után hogy szálltál le a gépről, amikor jöttél Dél-Afrikába, lehetetlennek tűnt. És letenni egy ilyet, ez akár szinte már nem már leszállt, leszállított a gépet. Én nem mondtam, hogy itt most, mert dohányozzak. Előre ment ezért a gép, orral előre elkezdett süllyedni, és azonnal leszálltam. Én akartátok? Ha az óriás berák gyerekek, itt nagy baj lesz. Úgyhogy mindenkit arra búzítunk tényleg, hogy nem lehetetlen. És Feri, amit ezzel megmutatott, az talán erőt ad azoknak, akik még nem tudták letenni, és hát nem volt Ferinél olyan, aki többet. Talán az, aki többet igen, de aki jobban függő lett volna, mert hogy szinte hát láncdohányosként szívtál napi egy doboz simán. Ha olyanod volt, bulisztál, akkor még többet is. És azért ez fontos, hogy ezt letetted, ettől megszabadultál. Persze az egész hajvágás ez egy geg szörnyű az érzés, tehát az hogy le kéne zuhanyozom el, nagyon szúr egy dolog, de mindig beletúrok a hajamba, és nincs ott semmi, ez nagyon szörnyű. De hogy itt a tényleg a lényeg az, hogy meg lehet mindentől szabadulni, akaraterőkkel le lehet tenni, és igenis, ha valaki ezt elhatározza, akkor ez a 3 hónapos műsor folyam, ez erőt adhat nektek, hogy gyerekek, nem lehetetlen. És le lehet szokni a dohányzásról, tegye meg mindenki, nagy függőség. De nehogy már, az el is nagyon fontos, főleg Balázs számára, mert most van mivel vigasztalnia magát, hiszen egy jó cél érdekében a jó cél nem volt bennem az, hogy ellopjam a sót. De azért az erről kell beszélni, mert ez egy hosszú út végére értél ezzel, hát tényleg baromi függő voltál 20-25 éve. Ez egy új élet, sportolsz, nem lehet bánzol. Bírni cigi nélkül 3 hónapig. De ennyi, ki lehet bírni? Igen, egyébként most jövök a büféből, Bali, ittam egy kávét, és elszívtam 200 cigit az összesen. Igazából szerintem, hogy pár hajszalat vesztettél meg, mondjuk egyben a pillanatban tépi szét a szerdőződés tervezetet a Head & Shoulders. Ára, ha tényleg nem basszus, egész évben szponzorálni. Igen, a Vasengó pont most küldte volna hát a brutális ajánlatát, de ebben a pillanatban ez elment. Nagyon sok kép lesz majd az Instagramon is. Drága Instagram követőink, nem vagyok elhanyagolva, csak azokat kicsit effektezem, megnézem, leválogatom, nagyon sok kép készült, ezeket rakjuk. Ha már Péter betelefonált, és mi ebbe belementünk, mert miért nem mentünk volna bele, akkor természetesen megmutatjuk majd holnap a Got Talentben ezt a dolgot, illetve hát nyilván kopasz leszek, de hétfőn pedig már a vágást, a hajat, a kopaszságot, mindent megmutatunk mi is újra Facebookon, Instagramon, tehát mindent mutatunk. Egyébként már most vannak fotók fönt. Igen. A Facebook oldalunkon, a különböző hát, stádiumokban elkészített fotók és már ott mi lesz a Got Talentben, paróka? Vagy
Ezt adod? Uh-huh. Gyerek. Nem lesz egyszerű ezt a dolgot így megfejteni, hogy mi lesz. És feladta a leckét a stylistoknak. Oda kell állni, ebbe bele kell állni. Most már nincs, ebbe bele kell állni. A nagy dolgok most már viszont nem itt történnek a stúdióban, hanem hátul a kukánál kivittük ugye a hajat, és ebben a pillanatban kint éppen Vásári André és Andy Vajna verekednek a hajtincsekért, az egyik azért, hogy a fejére applikáltassa, a másik pedig azért, hogy klónoztassanak egy saját Balást a TV2-nek. Igen, úgyhogy lesznek képek, vannak is már a Facebookon, drága hallgatók, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg. Van videó is, lesz az Instagramon is videó, úgyhogy nem maradtok le tényleg semmiről. Nekünk ebben a formában így ti vagytok a legfontosabbak. Előttetek zajlott a hajvágás, természetesen ezt sem adjuk oda senki másnak. Holnap megnézitek, és hétfőn utána mi is mindent felteszünk, de ez egy jó gag, hogy ha már ő betelefonált és ezt felvetette, akkor miért mondanánk erre nemet? Nem? Ezt mi így szeretjük. Mi lesz most Istenes Bencével? Ő is letolatja? Hát menni kell utánad. Az nem lett annyira rossz, amennyire én vártam. Szomorú vagyok kicsit. Ugye? Volt egy megdöbbentő pillanat, amikor azt láttam, hogy 15 ember, aki itt van bent, tényleg a salesről, vezérigazó mindenki, hogy lefagyott az arcotokról a mosoly, és elkezdtetek nem nevetni. És 10 ember nézett vele szemben, és mindenki nagyon komoly lett hirtelen, az nem volt jó. És csak azt tudtad leolvasni a hangszigetet a stúdióban az üvegen keresztül szájukról, hogy ne, ezt már tényleg ne. Tehát azt láttam, hogy most baj van. Igen. De hát figyelj, meglátjuk. Jason Statham, Bruce Willis. Mi ez? Mi ez lehet hasonlítani? Egyiket sem. Ja, nem. Hát. Egerekes emberek. John Malkovich, Jack Nicholson. Mondjatok valamit. Hát. Most már csak önmagadra hasonlítasz. Igazából ezt szeretett volna elérni, nem? Az a durva, hogy azok, akik csináltak ilyen fotót arról, hogy fogok kinézni, azoknak igazuk lett. Tehát nagyon sokan elkészítették ugye azt a képet, és igazuk lett. Igen, csak ezzel az a baj, hogy bennük volt egy nagy adag rossz indulat. Igen. Úgyhogy tényleg tessék letenni a cigarettát, tessék sportolni, mi hűlünk, az egész egy nagy geg, de átvitt értelemben azért azokról szól, akik valamilyen addikciótól függenek, hogy mindent le lehet tenni. És a cigi rabságában is nagyon sokan vannak. Nem legyőzhetetlen, nem? Meg lehet csinálni. Egyszer csak el kell oda jutni, hogy fejben legyőzöd. Elhatározás. Én mondom, sokkal rosszabbra, tehát akárhányszor beszéltünk erről, mindig elmondtam, hogy én sokkal rosszabbra számítottam, hogy ez nagyobb, tehát fájdalmasabb dolog megszabadulni tőle, ki lehetett bírni. Nem volt annyira. Így meg most már visszanézve, de újra csinálnám az egészet. Alig várom, hogy a büfé előtt elszívjuk egyet erre a nagy stresszre. Igen. Rohadt rossz dolog a cigi, én nem dohányzom, gyerekek, de hogy én ma elszívjuk egy pohár bor mellett egy 100 cigarettát. Odaadom ezt a dobot, vidd el nyugodtan. És előtte, se után nem sokat, mert nem vagyok egy nagy dohányos, csak ilyen kocabagos, néha iszom, de hogy kell egy 100. De tessék mindenkinek leszokni. Na. Jól van, hát ezzel meg vagyunk, akkor férfi munka volt. Persze. Megcsináltuk. Így van. És a Tamás, hát ő egy jó lelkű ember. Zsidró Tamásnak egyébként köszönjük, pusziuk, ha még itt van. Tamás drága, vagy nem tudtunk itt a nagy forgatagban elköszönni, lehet, hogy még itt van. Neki akkor a szíve van. Befeszült, tehát látszott rajta, remegett a keze, és egyszerűen nem tudott mit kezdeni a szituációval, hogy neki nem gyönyörű, nem jó, nem trendi, nem menő frizurát kell vágni a Sebestyén Balázs fejére, hanem le kell tolni. Jó, hagyjuk itt meg elő, legyen egy kis friss, és hozta az ollót, hogy ő majd akart frizurát. Csak a Tamás nem. Álljál már! És még mindig itt nyesegetett. Nem volt szíve ezt megcsinálni. Hát mondjuk egyébként valóban nincs cselekvény, de hogy erről nem ő tehetett. Bele kellett hajszolni abba, hogy igenis vágja le. Tényleg, úgyhogy csokoltatjuk, köszönjük, puszíjuk. Ha elmen már, akkor én úgyis rácsörjük adás után, köszönjem neki. Éreztem, hogy igen. Ő küzdött vele. Illetve velem küzdött, hát aztán nekem oda kellett menni, belenyírni, hogy igen. Akkor tesó, egy centi az egy centi. Figyelj, a bázi, mit csinál, megáll az ajtót és beletúr a haját. Tomi, itt vagy még, gyere egy pillanatra, gyere te drága, mert az a mikrofon csak egy másodperc. Megköszönjük neked, mert nem köszöntük meg, itt akkora kavalkád volt, hogy én úgy szerettem, hogy neked ekkora szíved van, és te a végsőkig így kitartottál, hogy ne, ezt ne csináljátok meg vele, nagyon drága nagyon vagy. Nagyon jól áll, tehát ahogy az ember így megszokja, igen, teljesen szeretem. Kedves ember. De pont azt mondtuk, hogy remegett a kezed, hogy te ezt nem csinálhatod ezzel a fejjel. Ő nem akart ezt tönkretenni, igen. Köszönjük szépen, köszi még egyszer. Jó? Puszilunk, csókoltatunk. Azért igazítása már január-február környékén megyek, hogy valami faszon legyen belőle. Jó? Puszilunk, köszönjük szépen még egyszer. Tamás, köszi szépen. Na, drága hallgatók, viszont nekünk még vannak fontos dolgaink, és... Mondja Csüni.
Gyerekek, most ahogy akartok. Aki harcoskodik, az megérdemli. Mondja topasz, igen. Szóval... Szóval arról van szó, hogy van nekünk ugye egy SMS számunk, egy telefonszámunk. Akár csinálhatunk egy ilyen egyszerre, mindenki megfogja, egyszerre jó. Nyomunk egyet, jó? Mert hogy ez nagyon fontos, nem sokára egyébként eredményt hirdetünk. Ugye az ökumenikus segélyszervezetről van szó, és a 13-as, 53-as adományvonalról. Minden évben megcsináljuk, tudjuk, hogy jó helyre megy, nagyon sok mindenkinek segítünk, mi is láttuk, hogy hogy dolgoznak, dolgoztunk velük együtt. Voltunk velük különböző helyeken, és tényleg jó helyre megy. Ha az ember más nem is tesz meg csak ennyit, hogy 250 forintot áldoz azokra, akiknek nem lehet minden az ünnepi asztalon, akik nem kaphatnak ajándékok, akiknek nincs meleg a szobájukban, és akik a jövő évre nézve is bizony hát nehézségekkel küzdenek, 250 forintot, ha adtok, már segítettetek. Jobb egy kicsit így az ünnepi asztalhoz ünnepi csütörtökön, hogy gyerekek, ennyit tudtam, erre volt lehetőségem, de legalább ezt megtettem. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, fogja meg mindenki szépen a kis telefonocskáját, üsse be a 1353-as számot, jó? 1353. Nem kell megvárni, csak amíg felveszik, abban a pillanatban le lehet tenni, és hívjuk fel ezt a számot, hogy nőjön még az összeg. Hihetetlen erőket tudtok egyébként ilyenkor mozgósítani, és hihetetlenül megugrik az összeg, amikor ezt mi meg kérjük tőletek, hogy tegyétek meg. 10 előtt egyébként mondjuk az eredményt, hogy hogy állunk. Jó? 1353, na 3, 2, 1, mindenki nyomjon rá egyet, jó? Drágák vagytok, köszönjük szépen, 250 forint. Aha, kicsit sokan hívjuk egyszerre. Kicsit sokan hívjuk? Aha. Márja, akkor nyomjatok rá még egyszer, de most mindenki, amikor akar, nem számolok vissza, mert lefagyasztottuk. Köszönjük, hogy 250 forintban. Igen, nagyon jó. Addig nyomjátok, amíg ezt nem halljátok. Jó? 13-53, drágák vagytok, köszönjük szépen, mondjuk nem sokára az eredmény. Igen, nekem is odaért. Jó. Ez az egyik. A másik fontos, azt szerintem a kérdés-válasz rovat lehet elmarad, mert sok fontos dolog van, hogy hétfőn kitelepülünk. Ó, Isten. Nagyon fontos. Ezzel a fejjel, te kimersz jönni a stúdióból. Hát nem fog kijönni. Így van, kb. Ez lesz. Annyi szép sapkám van. Annyi szép sapkát vettem már magamnak, készülve a mai napra, hogy nem lesz gond. Feri, Jani, megvan. Ki az a srác a trinátos vödörrel a fejét? Igen, igen. A diszperzites vödröt. A két lábon járó diszperzites vödröt, szóljatok, hogy üljön már le. Szóval lesz egy kitelepülésünk. És ugye ez a Pulus Center parkolójában lesz, nagyon sok mindennel készülünk nektek. Nagyon komoly ajándékokkal ismét, megint összekaptuk egyrészt ugye a szponzornak jó voltál, másrészt pedig a rádióéból összekaptuk magunkat, és nagyon sok ajándékot fogunk kivinni. És ugye azt mondtuk egy pár héttel ezelőtt, hogy már többet élőben nem lehet velünk találkozni, de végül is ez így az alakult. Utolsó kitelepülésünk ebben az évben. Hát és ugye... Aki kíváncsi az ebben a formában, igen. Gyerekek, hétfőn már dobjuk a mélyvízbe az új srácot. Olyan eszek, mint a láma a kisállat simogatóban. Hoztok zócsemegét, hajtom a fejem, megfoghatod, megsimogathatod, dobsz egy kis zócsemét, egy kocka cukorért szaltót ugrok a vállatokon, amit akartok, gyerekek, bármi. Oda még, hajtsd le fejed, de aranyos, jó van, simogasd meg te is, így van. A kisállat simogatót játszunk hétfőn. Nem, hogy kirakunk egy táblát, hogy ne etessék túl az új állatot. Kérünk, csak és kizárólag zócsemegével. Csak zócsemegével etessék. Csak zócsemegével etessék, igen, a Morning Show. A kis könnyes szemű új koalánkon. Igen, a Morning Show jövevényét. Szóval Pólusz Center parkolójában leszünk. Sok mindennel készülünk. Rengeteg mindent lehet majd tőlünk nyerni. Többek között, akik időben jönnek és időben regisztrálnak, 50 darab fenyőfát adunk nekik. Csak úgy, hogy már azt se kelljen megvenni karácsonyra. Ehhez regisztrálni kell majd ott időben. Aki korán regisztrál, és segítünk azzal, hogy kap tőlünk egy fenyőfát, az jöjjön. Fontos, hogy itt is elsősorban az ember, hát ha tud hagyatkozni a lelkiismeretére, hagyatkozzon nyugodtan, és ha azt mondja, gyerekek, én meg tudom venni, akkor nem állok be a sorba, álljon be az a sorba, akinek lehet, hogy nincs pénze. És vegyen az, vagy kapjon az fenyőfát, jó? Tehát ha meg tudjátok venni, talán érdemes ezt ilyen emberbaráti szeretetből átengedni, nem? Igen. És azt mondja, hogy oké, korán megyek, de regisztráljon az, akinek tényleg azokat van. Azokat várjuk tényleg, akiknek nincs miből spórolni. Így van, 50 darab fenyőfát adunk majd az első 50 regisztrálónak. Jó, de aztán lehet ezt az 50-et még 50-nel megtoldjuk, majd megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Előfordulhat, hogy még, igen. Éjszaka betörünk, ott egy falat. Elraboljuk a készletet. Tarvágáson megfosztjuk a környéket. Hogy milyen túljától. Tarvágás, azt mondtad? Ja, talán nem véletlen. Tarvágás? Nem, most megint mi baj van?
Aztán lesz egy csomó játékunk majd a helyszínen, kamionhúzó játék, üdülést lehet nyerni, ajándékcsomagot lehet nyerni. Lesz egy nagyon beteg dolog, amit mi nagyon szeretünk, ez a kerékdobó verseny, csak hogy egy kicsit megolajozzuk a karácsonyt. Néhány nappal karácsony előtt miért ne dobálhatnál el néhány kereket? Imádjuk az ilyen bizarr baromságot idézőjelben tervezni, ez nekünk is nagyon szórakoztató. Teljesen bizarr, mindenki már meghitt, kis Jézuska, mennyből az anyja lénekli, a Morning Show-ban még kerékdobó verseny, nagyon szeretjük. Egy téli gumi garnitúra szettet adunk majd annak, aki megnyeri ezt a versenyt, úgyhogy tényleg nagyon sok mindennel készülünk. És ami a legfontosabb, drága hallgatók, és most figyeljetek. Én egy e-mail címünk, ez a meglepetés@klasszfm.hu. És erre olyan leveleket várunk, elsősorban, és tényleg mindenkitől kérjük, hogy csak az írjon, aki valójában rászorul. Akik úgymond hiányt szenvednek, és nem tudnak mit tenni a fa alá, nem tudnak mit venni a gyermekeknek, a szeretteknek, sok gyerek van, két gyerek, három gyerek, és nagyon szűkös a karácsony, sőt, az is előfordulhat, hogy nincs esetleg ajándék. Mert hogy van nekünk egyébként 5x100 000 forintunk, hétfőn mondani fogjuk, hogy pontosan milyen formában adjuk ezt oda, és a levélírók közül kiválasztunk majd 5 családot, 5 hallgatót, akiket mi váratlanul visszahívunk, és megajándékozzuk őket ezzel a kis utalvánnyal, és hát ezt levásárolhatják, és segítünk nekik, hogy az kerüljön a fa alá, amit esetleg szeretnének. Hát, hogy szép legyen igazán a karácsony ezen része is, mert hiába a szeretet, hogyha mondjuk a nyomorúság van mellette, akkor azért az nagyon komolyan rá tudja nyomni a bélyegét, és azt gondolom, hogy ebből a pénzből mondjuk tényleg elengedhetsz mindent, és azt mondhatod, jó, akkor ez a párnak most rendben van. Bizonyám. Jó, hogy ez utalvány lesz, készpénz lesz, ezt hétfőn fogjuk mondani. 5 családnak tudunk majd 100 000 forintot adni. meglepetés@klasszfm.hu. Ide tényleg olyan e-maileket várunk, akik valóban rászorulnak. Ha nincs e-mail, akkor valahogy menjetek el olyan helyre. Mi ugye ezt tudjuk, hát most leveleket nem kérhetünk, igen, postára. Nincs idő, hogy elmenjetek, föladjátok, megkapjuk. Ezért az e-mail, lehet, hogy nagyon sok helyen nincs internet, akkor valahogy próbáljátok megoldani, megkérni valaki. Szomszédon, baráton keresztül. Vagy bemész az önkormányzathoz, vagy művelődési ház, könyvtár, vagy ezeken, igen, a helyeken van. Tehát valahol lehet találni internetet, tudjuk, hogy a rászoruló családoknál nem mindenhol van, ezért is mondjuk, hogy ennek ellenére e-mail címünk van, hozzánk ez így jut el a leghamarabb. Jó, meglepetés@klasszfm.hu. Ez csak egy lehetőség persze, tehát nyilván nem tudunk sajnos mindenkit boldogát tenni, bár csak így lehetne, viszont 5 családot igen, és ez is több, mint a semmi, mindig arra kell gondolni, hogy legalább 5-öt tudtunk. Nem azt, hogy még mennyit nem, hát mi is ugye mindig ezzel vigasztaljuk magunkat, de tényleg így van. Úgyhogy ide várjuk az e-maileket. Írjátok le, hogy mit szeretnétek, hogy hány gyermek van, hogy milyen körülmények között éltek, hogy mire gondoltatok, hogy milyen helyzetben vagytok. Tehát egy kicsit többet annál, hogy Lego traktor mosógép, üdvözlettel, hanem hogy tényleg hát egy pár sorban írjátok meg nekünk, hogy miért. Jó? Azt szeretnénk tényleg, hogyha nagyon-nagyon jó helyre, nagyon, igen, indokolt esetekben tudnánk odaadni ezeket a pénzösszegeket. És legyen benne elérhetőség, ugye? A levélben. Igen, a, igen, igen, elérhetőség. Telefonszám az nagyon fontos, hogy azt ne felejtsétek el odaírni. Meglepetés, kukac, klasszik, mondtó, álló, fiúk, morning, és ott levél, és a végén egy telefonszám lehetőleg, mert az e-mail címeket nem tudjuk visszakeresni, mire üzenünk, mire visszaüzem. Jó? Úgyhogy telefonszámot írjatok nekünk. És a helyszín pedig a Pólusz Center parkolója lesz, a jégpálya bejáratánál találtok majd minket, úgyhogy keresétek a sapkás fiút. Így van. Igen. Én szerintem az 50 fa az már lehet, hogy már 100 fenyőfa lesz azonnal, úgyhogy kicsit majd arra is ráteszünk. Keresétek a sapkás fiút, így van. Így van. Úgyhogy hétfőn Váberersztes kitelepülés. Kamionozunk, jótékonykodunk, segítünk mindenkinek, és találkozunk ebben az évben veletek utoljára. Hát igen. Ha csak civilben nem futtok össze velünk valahol, mit tudom én, Balázsra például a Körösi Csomasztupánál, Tarban, vagy esetleg ahogy kincsétálgat a családdal a Kopaszigáton. Igen. Vagy ha valaki nem önt rám forró vizet. Egy bödön nem. Úgyhogy hétfő Pólusz Center, ott leszünk. Ott már megtaláltok. Jó. Szokod? Nagy, megpróbálom. Azon gondolkodom, hogyha jövőre mondjuk nem innék többet, akkor mit dobnál be? Hát az a baj, hogy megcsinálod. Tehát semmit. Veled már nagyon óvatosan kell bánni. Te már valamit elhatározol. Én nekem elég volt az arcoskodásból. Én ezt most bevállaltam. Másfél-két év visszanő, hamar elmegy, pikpakit van. Én azt gondolom, hogy ha ebből a mai élményből indulunk ki, abból, hogy most mit élhettünk át, hogy mit élhetnek át majd a hallgatók holnap, amikor majd nézik a tévét, vagy akik majd kijönnek a Pólusz Centerezésre, szembesülnek, hát nem Balázssal, hanem ezzel a sráccal, aki itt van.
Én azt gondolom, hogy hosszú távon arra lehet számítani, hogy te vegetáriánus lesz. Figyelj, mindig bedolgok valamit, és mindenedről leszokhatlak, amivel bajod van. Tehát, hogy februárig lefutom a maraton. De hogy futod, bedolgom azt, hogy én, és lefutod, tudod. Egy. És hozzá segítelek, hogy mindent szeretem. Néhány évvel a felé már csak azon fog gondolni, hogy mi a már csak a golyóim maradtak. Akkor jöjjön az. Minden tudodnak, igen. Na. Azt hiszem, mindent elmondtunk. Jó meglepetés, kukac.kalszfm.hu, várjuk a leveleket családoktól, rászoruló családoktól, nagyon fontos Pólus Center, hétfő reggel 6 óra ott találkozunk. Jó, játszunk, egy jó kis hármasugrást, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! A füles környékén nyomja a fejemet, mert eddig sosem éreztem, mert ott haj volt. Ilyen érzés, amikor találkozik a fejbőröddel, hogy egy kicsit ilyen... Pontosan ilyen, és észrevettem, hogy egy picit szűkebbre kellett venned. A füles, mert semmi, 4-4 centit mindkét oldalon. Óriási. Szokom, azért itt még én erősen küzdök. Szóval csinálom a műsort, mondom hármasugrás, jöjjön a játékos, de azért nagy harc van bennem, mert azt se tudom, mi van, tudod. Néha hozzányúlok, néha rossz állom. Te az a durva, tényleg, hogy 20 éve ismerlek, és nem láttalak még ilyennek. Nagyon kemény. Halló, jó reggel. Sziasztok. Szia. Balázs. Hello. A kicsit megbicsaklott a hangod a Balázsnál. Ő az igen. Azért, hidd el. Szia, kopasz. Hello, Zsuzsi, jó reggel. Ciao. Hello, szia. Zsuzsi, honnan hívtál minket? Tétről. Igen. Tétről, mit csinálsz? És van egy közös, van egy közös ismerősünk. Polgár Peti. Igen. Hát ő téti, persze. De jó, igen. Az unokatesón fia. Ó, aha, az unokatesód fia. Igen. Milyen kis belterjes. Akkor Szegről végre rokonok vagytok, csak távolja. Igen. De neked mennyire intelligens a hangod? Tudtam, hogy rúgsz egyet. Na, milyenek a kérdések, Jani? Abszolút zicser kategória. Tegnap úgy raktam össze, hogy már ugye egy picit így az utolsó nagy összeröfenésünknek a szellemében. Igen? Leleclen. Na figyelj, Zsuzsi, hogy nevezik az ókori görög mitológia félig ember, félig ló alakú lényeit? Hogy tetszik? Ugyan? Félig ember, félig ló. Félig ugyan? Ember, félig ló. Minotaurus. Jaj, na. Nem. A Minotaurus bika. Minos királynak a fia volt, aki egy bika fiú szörny volt, vagy egy bika fejű szörny volt. Nem, Kentaur. Jó, hát annyira izgultam. Igen. A Minotaurus az egy picit ja. Más. Ő a bika fejű, így van. A Kentaur, persze. Jó, nem baj, de beszéltem veletek, Győrbe is beszéltem veletek, úgyhogy imád titeket. Balázs, jól áll ez a haj. Na, hát aranyos vagy, még csak olyan majdnem képeket láttatok, de drága vagy, igen. Igen, a Facebookon, meg nem sokára az Instán is fönt van egy csomó minden. Ja, a Facebookon láttam, igen. Puszilunk, Zsuzsi, köszi. Puszi, sziasztok. Szia, ciao, hello. Na, aranyos, drága. Kegyes hazugság. Milyen folyékony hazudik, milyen rendes, mekkora szíve van. Drága hallgatók, 13:53, nem sokára eredményt hirdetünk. Jó, hadd legyünk rátok büszkék, hagyd legyetek magatokra büszkék. Jó, ökumenikus segélyszervezet, nagyon-nagyon-nagyon sok mindenkinek segítenek. Gyerekeknek, felnőtteknek, éhezőknek, hajléktalanoknak, azoknak is, akiknek nincs lehetőségük visszazárkozni, azoknak is, akiknek egykorom volt, de egy picit szegények lecsúsztak, akár önhibájukon kívül, értelmes emberekről van szó, higgyetek el, úgyhogy meg ha nem értelmes az ember, akkor is fontos, hogy segítsünk, de teljesen mindegy, mindenféleképpen segíteni kell. Csak ugye sokan azt mondom, én hallottam ilyen véleményeket, hogy ha ő tehet róla hajléktalan, mit segítsek én, ugye? És azt akartam ezzel a kicsit szerencsétlen mondatom, hogy szélesebb spektrumról van szó, rajtuk is kell, róluk is szó van, de mindenkin segítenek, nagyon sok mindenki, gyerekeken, családokon, szóval nagyon sok mindenki. Ne ítélkezzünk, segítsünk. Így van. Úgyhogy 13:53, drága hallgatók, küldjetek még, hívjátok, és segítsünk, nem sokára mondjuk, hogy mennyi jött össze. Jó? 9:30 múlt, pontosan 2 perccel, jövünk mindjárt vissza. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan. 3 perc múlva álló mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. A Facebookon már nagyon sok kép, videó is van fönt, úgyhogy nézzétek meg. Az Instára most kezdtük el feltöltögetni a képeket. Mondjuk, hogy vagyunk Instagramon is egyébként, úgyhogy ott is kövessetek, keressetek bennünket. Ami Facebookon van, az nincs Instagramon, és ez fordítva is igaz, úgyhogy nézzétek az Instát is. Hát van ugye fent egy kis videónk, ami messze nem a végeredményt mutatja, körülbelül egy 40%-os,
inkább 30%-os ilyen készültség, 42 ezeren nézték meg eddig. Tehát, hogy, és mi látjuk már a végeredményt is. És nem jó, de... Nehéz így ital nélkül feldolgozni, de... Igen, gyorsan egy-két közlekedési hír, mit írnak a hallgatói, nézik. Budapesti alsó rakparton lassú haladás, mindenki kerüljön. M5-ös Dabasi leágazónál Szeged felé van egy trafi, ez Zoli küldte nekünk. Trafi az M7-esen Balaton felé 70-es kilométernél dél. Hüvösföldjén felfelé szintén trafi, valamint baleset van a Szentendrein, illetve pontosabban Szentendrein a 11-es úton Budapest felé, nagy a dugó, egy sáv járható, csengő, küldte nekünk. Erzsébet fasoron szinte áll a sor, lassú a haladás. Nejem szerint nem szégyen a kopasz fej, szép arcnak kell a hely. Hát annak hát... kellene, csak nincs. Tehát, hogy igen, az egyébként az fontos. Fontos lenne, de az nincs. Na, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek még, jó, hogy tudjunk segíteni. Ugyanitt tudtok jelentkezni ezen az SMS számon egy hajvasalóért, ha valaki. Így van. Esetleg így van. Kéne. Ja, használt hajvasalóról van szó, de nem akárki használta annak idején, de neki egy ideig nem lesz szükség. Ugye, golyó? Igen. Na, megérkezett hozzánk közben Gáncs Kristóf. Hello Kristóf, jó reggelt! Jó reggelt! Ciao. Hello! Ugye tehát az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Csak ezt a titulust kerestem. Hello Kristóf! Jó reggelt! De itt laksz a közelben valahol, ugye? Elég közel lakom, úgyhogy végighallgattam így is az autóban az egész hajnyírást, és most szembesültem vele. Na, ugye, ugye a külső szemként jó, ugye? Hát, na? Sapkába is lehet ételt osztani. De szép mondat volt ez. Igen, értem. Sapkában is lehet ételt osztani. Ez ne rettentsen áll, Balázs. Ez ne rettentsen. Ha lelkisegély nem szoktuk gyűjteni, mert akkor egy SMS számot rá is rá lehetne. Szerintem. Nem, de egy sapkát keresünk mindenképpen, mert ruhadomány. Csak mondom. Annyira gondos voltam ma reggel, hogy gyerekek, meg ne fázzon a kis hajhagymám. Úgyhogy készültem. Na, mi újság van, hogy állunk? Hát elképesztően jól állunk, tehát nagyon-nagyon pörgött az adománygyűjtés tegnap is, és ma is. Még itt a hajvágás után is néhány millióval sikerült megdobni. Mondjam az eredményt? Hogyne, még nem zárjuk le 10 órakor, vagy 15, mi még majd küldünk még egyet, maximum azt elküldött Ferének vagy nekem SMS-ben, de a jelenlegi állást mondhatjuk, és akkor még mondunk egy számot, amit szeretnénk elérni. Persze, mennyi hogy volt tavaly? Tavaly 14 millió volt a végeredmény. Igen, de tavaly két teljes napig csináltuk, azt nem szóval el lejteni. Ma ugye 8-ra jöttünk, és ez a 6-tól 8-ig intervallum az nagyon számít. Ma csak 2 óráig mondtuk, tavaly tegnap két teljes napig mondtuk. Így van, viszont így is megközelítettük már a tavalyi eredményt, tehát 13 millió forinton túl vagyunk. Ez nem rossz. Köszönjük mindenkinek. Csodálatos, köszönjük szépen mindenkinek. Ami azt jelenti, hogy ez több mint 50 ezer ember. Atya Isten. Úgyhogy ez szenzációs, és ugye ezt azt tapasztalja csak igazán, aki ebbe dolgozik, tehát mi évközben nagyon sok helyen járunk, és sokszor mondják nekünk emberek, hogy hát mi is támogattuk az Ökumenikus Segélyszervezetet a Morning Show-n keresztül, tehát nekem nagyon sok ilyen élményem van. De jó. Jó, mondjuk mi ez, akkor ez még ez a 14-15 millió, azért ez elérhető. Abszolút elérhető, ugye 13-53, az ember egyszer hívja, és akkor megvan a napi jótett. Így van, 250 forinttal. Amit teljes mértékben megkaptok, tehát nem vonnak le belőle semmit. Ebből nekünk 10 forintot kell befizetni a szolgáltatóknál, tehát 240 forint általában a legtöbb szolgáltatónál, de van olyan, ahol a teljesen átutalják, tehát ez változik. Jó. Ez változik, ez egy minimális költség. Hát az ilyen 10 forint, nem, tehát a 240 az eljut hozzátok, az nagyon jó. Hall az ember szörnyű történeteket, amikor a felé. Így van, és aztán ezt a segélyszervezet ugye egyrészt az ünnepi akcióra használja, másrészt pedig az egész éves munkájára. Nagyon jó helyre megy, köszönjük. Kristóf, nagyon szépen köszönjük, örülünk, hogy segíthettünk tényleg, és hát a hallgatóknak is drágák vagytok, nagyon szépen mindenkinek, aki küldött, aki felemelte a telefont, sosem csalódunk bennetek, ez most is így volt, mert gondoltuk mi mindig, hogy össze tudunk gyűjteni sok pénzt, de 8-10 millióra lőttük, mint hogy minden évben kicsit alá becsüljük saját magunkat és benneteket, az jó értelmében, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy ennyien telefonáltatok. Kristóf, köszi, jó munkát nektek! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Akkor 10-kor várunk még egy üzit, jó? Egy üzit, okay. Jó, addig mi megküldjük Gáncs Kristóf kommunikációs igazgatónak, köszönjük szépen. Na, 13-53, ha valaki lemaradt. Még mindig lehet. Egyetlen hívás, sőt, vagy egy SMS. Egész évben él a szám, tehát lehet bármikor hívni Kristóf. Így van, ez egészen december 31-ig ez a gyűjtés, ez zajlik, de egyébként évközben is különböző célokra meghirdetjük, úgyhogy folyamatosan még karácsonykor is, szilveszterig folyamatosan 13-53. Figyelj, az nagyon jó, hogy 6-tól 8-ig most nem voltunk, és ugyanannyi gyakorlatilag megvan, mint tavaly a két. Zseniális. Igen, az nagyon lesz erre most majdnem, csak egy napunk volt, igen. Köszi Kristóf.
Feri, milyen érzés, hogy most neked van a legjobb hajad, Kazi kérdezi. Áj, de szeretlek, Kazi. Így van, így van. De szeretlek. Nagyon szeretlek, én vagyok, gyerekek. Vagy, Bari, nézd a dolgok oldalán. Szép, hogy letolatt a hajad, az elmúlt két órában spóroltál, vagy 2000 forintot 20-szor mondtad körülbelül, hogy jó, ma lehetett. Hogy gyerekek. Ma ki lehetett? Ma, ma lehetett. Igen, ma elnézzük, ma neked nagyobb hajad is. Igen. Vikinek átküldted már a képet? Mit szólt? Azóta nem válaszol és nem veszi fel. Nem válaszolt. Tehát, hogy nem. Jól áll egy smiley-e, de azért növezd vissza gyorsan. És tettem ki sapkát, vedd majd fel hazafelé. Ne gondolj, hát na nézd meg ő az. Jól áll, de azért növedd vissza gyorsan, tudod, ebben minden benne van, tudod. Ez a kicsit, adok kicsit, elveszek. Megvigasztalak először, mert jó feleség vagyok, de utána finoman jelzem, hogy hát igen. Értem én. Figyelj, gondolj arra, hogy a szánalom szex is szex. És azt mondta, hogy most nem mehetsz a gyerekére egy darabig, az ami valami. 40 felé tudod, hogy hogy vagy. Bármit csak valami történjen. Történjen, mert Isten. Gyerekek, én már mindennek örülök. Csabi, hello, jó reggelt, hello. Jó reggel. Te ismerős ez a hang. De. Ugye? Tegnap még, amikor elváltunk, nem így néztem ki. Figyelj csak, és az a sok megmaradt vax, az amit kezdesz, mert fél áron átveszem. Kell egy kicsi, hozok neked. Hát figyelj, most fél évig nekem erre nagyon nem lesz szükségem, úgyhogy... Vagy lehet, hogy most lesz igazán szükséged, amikor elkezd nőni, és mindenfele áll, és nem arra, amerre te akarod. Igen. Lehet, hogy ott kell majd. Egy ideig ugye ezzel annyira rövid, hogy nem tudsz mit csinálni, tehát ez így elindult. Szörnyű? Nem. Meglepő, nem? De nem. Ugye meglepő. Igen. Ijesztő, meglepő. Nem, hát nem, pont az arra számítottunk, hogy rettenetes lesz, de nem. Na igen. Meddig voltál bulin tegnap? Hát nem sokkal tovább, mint ti. Sőt, lehet, hogy előbb is eljöttünk, mint a Feri. Hát mondjuk a Feri az... Jó, hát még itt nem tudunk azért. Haló. Nem akarjuk mondani, igen, hogy hol voltunk, meg nem is ez számít, igen, csak hogy csapat, nem is csapatépítés, karácsonyi bulin voltunk, viszont jó volt. Együtt voltunk, kettünk, ittunk, jó volt. Éreztük magunkat. Aztán így beültünk egy taxiba 4-en, belementünk a 9-dik, aztán 13-dik. Tehát te szálltál ki utoljára, nem, ugye? Csabi nem, volt olyan jó fej, hogy... Az utolsó. De az volt az érdekes, hogy próbáltunk együtt taxit hívni, valamiért nem sikerült, és hát nekem sikerült. És akkor így hirtelen mások is lecsaptak. Ó, jön egy autó, akkor mindenki velem. Figyeljetek, az nagy baj lenne, hogy először engem vinnétek haza. Hol laksz? Na, 13-ban. Ha jó pont, jó ellenkező irányba. És mi lenne, ha én? Persze, igen, te hol laksz? 9. kerületben. Köszi. Mondtam, hogy Csabélak, hallasszam egy órát az autóban. Én annál a mondatnál nyertem félre az egyik szendvicsemet, amikor Anna így oda mondta a kedves kolléganőnek, Julénak, hogy és akkor mikor vágjuk szendvicsbe a misit? Mondom, ne haragudj, Anna, te egy tisztes családanya vagy. Így, ez. Júj, még ilyenek voltak? Voltak. Ittatok valamit, kis csibék. Hello, hello. Igen, ilyen mondatok voltak. Igen, ezek elhangzott, mondom, arrébb állok. Lelkiismeretesen eljöttem 11-kor, mondom, el kell feküdnöm, nekem holnap nehéz napom lesz, nem tudok tovább maradni, ki kell pihennem magam, de ha ilyen mondatok hangzottak el, akkor lehet. Nem csak egy mondat volt, a terv nem csak terv maradt. Nem tudom, mi lett a vége. Szárba szökkentették végül. Lehet, korán jött értünk a taxi? Lehet. Lehet, hogy korán mentél, igen. Azt mondja, írtak a kolosiék is, miközben nézem. De rendes, hogy fogy figyel rád, látod? A PR-osunk, igen. Ők is a Facebookról látták, akivel azt írják, jól áll, kifejezetten előnyös, és ha tetű lesz az oviba, még jól is jön. Annyira praktikus gondolkodás, annyira. Milyen együttérzőek, milyen kedvesek, hogy együtt élnek ezzel a illetve azt is írták, hogy az új műsor eltoljuk szeptemberben. Várható premier a tavasz helyett szeptember, igen. De legalább, van még egy fontos dolog, amit szeretnénk nektek elmondani, mert hogy ugye karácsony van, és mindig hát törekszünk arra karácsonykor, hogy minél több mindent nyerjetek. Van egy fotópályázatunk, ez a morningshow.eu-n zajlik. És a fotópályázat arról szól, ezt már spotban lehetett hallani, de elmondjuk mi is, hogy egyetlen fotóban kellene nekünk azt kifejezni, hogy milyen volt a 2015-ös évetek. Ha akartok, rajta vagytok. Ha akartok, lefotóztok valamit. Az a lényeg, hogy lehetőleg saját kép legyen, tehát ne letöltsétek valahonnan. Készítsetek el egy darab fotót, amivel beneveztek a fotópályázatunkra. A fotó arról árulkodjon, hogy milyen volt. Ha végig aludtátok, az legyen, ha dolgoztátok, mutassatok meg valamit a munkátokból, ha nagy szívás volt, akkor illusztráljátok, hogy mekkora nagy szívás volt, és fotózzatok le valami olyat, ami azzal azonos lehet, lenne ötletem, hogy az ember mit tudna lefotózni. Tehát egy fotóval, ha kifejezhetnéd, hogy milyen volt az éved, akkor készítsd el nekünk azt a fotót. Ha szerelemről szólsz, akkor mutasd meg azt.
ha szakítottál és szomorú voltál, mutasd meg azt. Egy fotóval szerintem, ha valaki kicsit kreatív, kifejezhető az, hogy milyen volt a 2015-ös éve. Ha egy kalap kaki, mutassátok meg azt. fotozzátok le azt, igen. És töltsétek fel a morningshow.eu-ra. Nagyon egyszerű, ha fölmentek, ott már ott van, hogy fotófeltöltés, fotópályázat föl tudjátok tölteni. És mivel közeledik a szilveszter, így arra gondoltunk, hogy egy hűtőszekrény egy teli üvegpezsgővel adnánk majd annak, aki megnyeri ezt a fotópályázatot. De hűtővel együtt? Azt is odaadjuk. Odaadjuk a hűtőt? Szép, persze. Adjuk nem, ne adjuk oda a hűtőt, és még a üvegeket nem, is nem, hát azt hittem, hogy ez csak a mérték egység, hogy egy hűtő, nyipesgő. Nem. Elküldünk egy hűtőt, pesgőt. Egy vadonatű. Tényleg, írjuk ki a pályázatot ékezet nélkül, hogy kihátrálhatunk belőle. Egy hűtött pesgő. Szóval egy hűtőnyi pesgővel ajándékozunk meg benneteket. Jó, ez egy darab fotó. 5 perc alatt feltöltitek, megéri, hát a benneteket választunk. Ez szerintem majd a retro napon. Jani, ezzel a fotóval nem lehet nevezni. Jaj, de jó. Családottól összeül majd pudingot enni, vagy nem diplomata pudingot, és közben sércsapkodva nézni addig a képemet, mert János közben fotózott itt, mondta, hogy hello, oda néztem, és arcon fotózott. Gyerek tegnap rohangált az iskolába, elesett a folyosón, és feldagadt lábbal otthon fekszik. Valamivel fel kell vidámítanom a gyereket kicsit, hogy legyen már jó hangot, megmondom neki, megmutatom, és akkor majd együtt nevetünk. Nagyot. Na igen. Na nevessetek csak. Szóval, milyen volt a 2015-ös évetek? Fotópályázat morningshow.eu. Ott keressetek bennünket, töltsétek fel, minden teljesen egyértelmű. És a hétfőt senki ne feledje el, hogy jöjjön a kitelepülésre. Így ha van, a Pólus Center mellé. Így van, arról beszélünk, hogy még év végén nagy ajándékok, hát ott lesz igazán nagy ajándék. 500 000 forint értékben fogunk több családot is megajándékozni, egy picit próbáljuk meg szebbé tenni a karácsonyukat, és ezzel kapcsolatban ugye van egy e-mail címünk is, amire várunk jelentkezéseket, és néhány szót arról, hogy miért is van szükségetek erre a bizonyos 100 000 forintra. Igen. meglepetés@klasszfm.hu. Ez az e-mail cím. Jól van, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aztán búcsúzunk. Kezdesz el szomcsolódni, ki kell menni az utcára. Nem, eszembe jutott a holnap esti Gattalan. Ezért ott ki kell állnom 300 ember elé a stúdióban, meg még néhány 100 000 ember elé. Foglalt. Mindegy, akkor foglalt. Megjöttek már a lovas rendőrök, akik szét fogják karlapozni a bulvár lapok fotósait, itt a bejáratok. Jó Istenem. Nem baj, leszoktál, ez a lényeg. Ennyi, megérte. Ennyi. Hős vagy, na, megcsináltad. Megcsináltuk mind a ketten. Azért ez nagy dolog a te részedről is. Sőt. Csak látod rajtam, nem látszik rajtad, meg igen. Hát igen, igen. Bizony. Nektek se rossz, de a nevető harmadik. Nekem nem kellett lebodrom az ingeragot, semmiről. Viszont nagyon jól szórakoztam. Ebből te most nagyon szépen finoman kimaradtál. Igen, de hát nem kell mindig ott lenni a rossz oldalon. Viszont egyszer mindenkinek igen. Csabi kámra, meg zenék? Olyat hozok nektek, amitől égne fog állni a hajatok. Hát már akinek? Nekem egy ideig biztos nem. Csak a Ferinek. Jó, maradjunk ennyibe. A Halott Pénz zenekarnak hallottam egy új dalát múlt héten a Rákosmenti Adventi Vásár jégdiszkójában. Jó. De jó. Van ilyen, persze. Nagyon jó. Úgy döntöttem, hogy ezt most megmutatom nektek, mert nagyon jó. Ez a Darabokra törted a szívem című klasszikus magyar slágernek a feldolgozása. Ja, ez a régi, a Bergendi. Igen, de annyira jól megcsinálta a Halott Pénz, ezt hallgassátok meg. Zseniális. Nagyon-nagyon jó. És minden mellett folytatódik természetesen a Klassz Karácsony 2015, úgyhogy továbbra is lehet keresgélni a csengettyűszót, lehet nyerni most ezúttal Imagine Dragons koncerthegyeket, januárban jönnek, és most egy nagyértékű ékszer kollekció lesz a mai fődíj. Azt a minden. Hát így karácsony minden előtt egy kicsit én is meg is dobta a haját. Azt már egy órával ezelőtt. 13:53, drága hallgatók, egész nap mondjátok mindenkinek, hívjátok ezt a számot, küldjetek SMS-t, 250 forinttal tudtok még segíteni. Jó? Az ökumenikusoknak, úgyhogy hajrá. Jó, ez az adományvonal, él, az ökumenikus segélyszervezetnek tudtok segíteni. Még lehet, hogy Csabi majd ilyen 4:11-kor, mikor összesítik a számokat, mond majd még egy záró összeget, jó, hogy mondom. Mennyi volt. Jó? 13:53, most még egyszer mindenki hívja föl. Recept? Hogy igen, recept, azt akartam recept, mondani, már nem lesz olyan szép fotó a neten, mint ma már volt, de nagyon szép ételt csináltam, mert az én édesapám
az azért tette, két ok miatt tette felejthetetlenné a karácsonyt. Egyrészt azt a káromkodást, amit a halászlénél és a rántott halnál hallottál, olyan, tehát csodálom, hogy a kis Jézus a faluba bejött nálunk, ez volt az egyik. A másik pedig, hogy délelőtt 10-re tudta magát úgy gajra tenni. Már 10-re? Hát mert a fa befaragás, tudod? Ott tehát, hogy ott azért ott nagy baj volt, kellett. De ettől függetlenül nagyon szerettük a szent ünnepet, és hát a hal az megmarad, de nem ponty van, meg nem hazai hal, hanem lazac van. Egy ilyen mézes, gyömbéres lazacot csináltam, és akkor ez karácsony, de ha valaki meg akarja csinálni, ráadásul fél óra az egész, és tényleg annyi. Még neked is ezzel a hajjal. Igen? Aha. Jó, tehát, hogy legyen hal, ez már jövő hétre szól egy picit. Jól hangzik. Jó, jól van a recept. Drága hallgatók, mindenkinek szép hétvégét. Jó? Vigyázzatok magatokra. Az lesz szerintem, aki holnap bekapcsolja a tévét. És most kabát, nehogy megfáz. Azon gondolkozom, hogy mi van, aki nem hallgatja a rádiót, az nem fogja érteni. Ugye, mert azért mi arra bazírozunk, hogy azok, akik hallgatják, és tudják, hogy miért, mi történt, és összekötik a kettőt. Ezért... Fél mondatban csak elmondod. Hogyne, hogyne, persze. Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00 a telefonszám, mi pedig jövünk hétfőn. 6 órakor Pólusz Center, nem elfelejteni. Ott lesz Feri, Jani és Nikolász is. Hétfőn jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.